A fák törzseit az ártéren már szinte teljesen ellepte a víz záhonyban. A Tisza ezen szakaszán jelenleg már harmadfokú az árvízvédelmi készültség. Ez azt jelenti, hogy a hatósági figyelőszolgálat 24 órában folyamatosan működik. Ezen az árvízvédelmi szakaszon, ami tulajdonképpen Zsurtól egészen Szabolcs-Veresmartig tart, 2001-ben észlelték az eddigi legnagyobb vízszintet, az akkori vízszint az 758 cm-rel tetőzött, a jelenlegi észlelt vízállás az 727 cm, tehát tulajdonképpen egy olyan 30 cm-rel marad el az eddigi legnagyobb vízszinttől, viszont az is látszik a képeken, hogy a töltések magassága az még ennél nagyobb vízszint emelkedést is el tud viselni. A vízügyi igazgatóság szakemberei megjelölték csütörtök délelőtt a vízállást. Ehhez tudják viszonyítani majd a következő napokban az apadást vagy az esetleges további szintemelkedést. A szakember szerint gátszakadásra azonban nem kell számítani. A vízszintet alapvetően befolyásolja a jégtorlaszoknak a helyzete, tehát milyen jégtorlaszok alakulnak ki. Ezek visszadúzasztó hatást gyakorolnak a folyó felső szakaszára. Ebből adódóan tehát nagyon nehéz megjósolni azt, hogy egy jégtorlasz megindulásakor ugye hirtelen lecsökken a vízszint, viszont egy jégtorlasz kialakulásakor visszadúzasztó hatás jelentkezik, tehát mögötte magasabb vízszintek alakulnak ki, tehát itt az előrejelzésnek nagyobb a bizonytalansága, de körülbelül tehát a várt vízállás az 700 cm plusz-minusz 20 cm. Behajtani tilos tábla Aranyosapátiban a Komp felé vezető utca elején. A vízi átkelő a település és Tiszaadony között biztosítana átjutást. Itt a víz a legtöbb helyen már elérte az utat is, ezért zárták le.